Tisztelt Hölgyeim! Tisztelt Hölgyeim! Ezt most biztosan hallotta mindenki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönségünk! Szeretettel köszöntöm Önöket a Dombóvári Ifjúsági Fúvorzenekar minősítő hangversenyén. Külön köszöntöm hangversenyünk díszvendégét, Balázs Árpádot, érdemes díjas. Érdemes művészt, Erkel és Magyar Örökség díjas zeneszerzőt. Az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagját. Köszöntöm még Szabó Lorándot, Dombóvárváros polgármesterét, Fehérvári Tamást, a Tolna megyei közgyűlés elnökét, és Szenyériné Szabolcska Julianát, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónőjét, valamint a jelenlévő családtagokat, támogatóinkat és meghívott vendégeinket. A mai nap nagyon fontos a zenekar életében, hiszen egy komoly megmérettetés előtt áll. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség keretein belül kerül a sor a megmérettetésre. A szakmai minősítési kategóriáknak 4 szintje van. Alap, közép, felső és legfelső. Zenekarunk ma a felső úgynevezett C koncertfúvós kategóriában indul. A minősítés célja és lényege, hogy felméri a zenekar és a karmester aktuális felkészültségét, a fejlődés irányát és az előadott művek zenei színvonalát. Engedjék meg, hogy köszöntsem és bemutassam a minősítő bizottság tagjait. Markovics Gábor, Markovics Gábor, Hidas Frigyes díjas karmester, a Tamási Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja. Szabó Ferenc, Hidas Frigyes díjas karmester, a Győri Széchenyi István Egyetem művészeti karának tanára, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnöke. Szélesi Attila, a Sárvári Koncert Fúvószenekar nívódíjas karmestere, a Koncz János Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja. Tekintettel arra, hogy a koncertet a másik TV élőadásban közvetíti, így tisztelettel kérném Önöket mobiltelefonjai kikapcsolására. Köszönöm. Elsőként egy indulót hallhatunk, mely eredetileg fúvos együttesre íródott. Antonin Dvořák cseh zeneszerző műve a szláv táncokkal egy időben keletkezett. A darab stílusosan tükrözi a hagyományos cseh népzene ritmikus és dallamos elemeit. Kérem, hallgassák meg Dvořák Slavonic Marsh című művét Robert Longfield hangszerelésében. Színpadon a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar, vezényel Kiszler András, fogadják szeretettel!
1999. április 20-án az Amerikai Egyesült Államokban, Colorado államban történt egy középiskolai mészárlás. Az ámokfutásban többen meghaltak és megsebesültek. A most következő mű az áldozatoknak és a túlélőknek állít emléket, így tisztelegve előttük. Frank Ticelli, amerikai zeneszerző elmondása szerint ez az alkotás egy emlékeztetőül szolgálhat arra, hogy milyen törékeny és értékes az élet. A darab záró szakaszában a jövőbe vetett hitét, reményét fogalmazza meg. Frank Ticelli, An American Elegy.
A következőkben egy magyar darabot szólaltat meg az együttes. Balázs Árpád neve ismert lehet önök számára, hiszen már több darabját is hallhatták a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar tolmácsolásában. A most felhangzó Rapszódia című mű különlegessége, hogy eredetileg cimbalomra íródott, majd néhány évvel később jött létre az a változat, amelyet most a kedves közönségünknek is bemutatunk. A zeneszerző leírása szerint a Rapszódia egytételes, ha úgy tetszik, szabálytalan versenymű, de még inkább szabadon kezelt változatok láncolata. Látszólag kötetlen rendbe sorolva, szabadon csapongó változatok fűzére. Közelebbről nézve viszont kiderül, hogy bizony feszes, fegyelmezett rendben építkezik. Hídforma, amely az ötödik variáns után fordul, s új kötőanyagokkal tér vissza a témához, mintegy visszagombolítva a fonalat. A mai koncerten felhangzó változatban a marimba játssza a főszerepet. Takács Nóra 7 éves korában kezdett el ütőhangszereken tanulni, Tótné Hanol Franciska növendékeként Pakson. Számos versenyen szerepelt eredményesen, többek között a Sziszlum regionális ütőhangszeres verseny háromszoros nívódíjasa. 2016-ban felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán működő különleges tehetségek osztályába. Jelenleg a budapesti Weiner Leo szakgimnázium tanulója, Nemes Tibor tanár úrnál. Fogadják szeretettel Balázs Árpád rapszódiáját, marimbán szólót játszik Takács Nóra.
Thank you.
Kedves közönségünk, mai ünnepi hangversenyünket egy a zenekar számára is kihívást jelentő művel folytatjuk. Pete Svertz, belga zeneszerző, Fantasy Tales című darabja 1996-ban íródott. Az alkotó több mint 300 darabot tudhat magáénak, valamint a világ számos pontján megfordult vendégkarmesterként. A darab a holland Hornváros történetét mutatja be. A kürtökön felhangzó fanfárszerű kezdés után a széles lirai témát, a város történetét jeleníti meg, majd ezt követi egy vidám allegro rész, amely a vidéki élet szépségeit festi le a hallgatóság számára. Ezután a zene drámaian megváltozik, az ütőhangszerek a háború hangjait szimbolizálják. A kürtök többszöri visszatérésekor az újjászületés reményének hangjai csendülnek fel, egy grandiózus lezárásban kiteljesedve. Pete Svertz, Fantasy Tales. Színpadon a Dombóvári Ifjúsági Fúvós Zenekar, vezényel Kiszler András.
Amíg a zsűri elvonult értékelni, folytatjuk tovább műsorunkat. Csupa derű, csupa jókedv muzsika Balázs Árpád magyar rondója, biztos kézzel formált, nagy szakmai tudással felépített mű. Szerkezete világos, a rondotéma kétszeri visszatérése, öttagú formát képez. A két epizód egymástól eltérő karakterű. Az első, játékosan kergetődző, egyre sűrűbb szövető imitációkból áll, a második a dudanóták hangulatát idézi. Ez utóbbiban, a középszólamokban egyenletesen mozgó dallam felett fut a magasban egy pasztelszínű, fafúvós hangfelhő, miközben a mély részfúvók lefelé tágítják a hangzást. A rondó téma a visszatérései során mind gazdagabb köntösben jelenik meg, különösen a fafúvók 16 odokban gyöngyöző anyaga teszi egyre díszesebbé. Következzék Balázs Árpád magyar rondója. Fogadják szeretettel!
Hölgyeim és uraim, most jön egy spontán, jó előre megbeszélt spontán jelenet, mert Kiszler Andris barátom felkért néhány gondolat elmondására. Na most ez azért méltatlan egy zeneszerzőhöz, mert én most már itt kétszer szóltam, de az én anyanyelvemen, a zenén. Először hallották ebben a Nóra nagyszerű szólójával, és ennek a nagyszerű zenekarnak az interpretálásában azt a művet, a marimbára és zenekarra írt versenyművemet, amit még a zsűri, aki itt most minősítő tárgyalodaként, ő se hallotta soha eddig, itt hallották először, egy picit ez ősbemutatónak is számított. És annyit még nem tudom, mert láttam, a Nóra ott volt hátul valahol. Nincs ott, ugye? Már eltűnt. Nem, szeretném. Nóri, ide mellé. Mégis jobban, stabilabban érzem, ha egy nő van mellettem. Ott ül a valódi, de Nóri is kap egy nagy puszit. Köszönöm, még gratulálok. Na, és a... Ez volt a marimba, itt pedig az én rondom, ami jó kedvben fogant, jó kedvet okozott, és az önök vastapsait is köszönöm, és a zenekarnak, hát önök is találkoztattak vele, külön köszönöm, a koncertinómat külföldre is elvitték, nagyon szépen játszották. András mindenről beszámol úgy, hogy nem lehet semmit csinálni, kérem szépen, mert mindent hallok ám, tehát a hangzó anyagokat küld, úgyhogy megbeszéljük, hogy melyik hangszer mit játszott. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm, örülök a meghívásnak, de leginkább annak, hogy a darabjaimat éltetik. Nem készültem erre a prózai beszédre, de kiszakadt belőlem, maradjak én a kaptafámnál, írom a zenét továbbra is, ti meg játszátok el. Köszönöm szépen! Tisztelt közönségünk! Eddigi műsorszámainkban megidéztünk emlékeket, táncokat, most egy valódi kalanddal folytatjuk, ahogy azt a hamarosan felcsendülő műcíme is sugallja. James Veringen 1984-ben íródott szerzeménye a klasszikus háromrészes felépítésen alapul. A korálszerű bevezetés azonban modern köntösbe bújik, mely lirikus középrészben teljesedik ki, majd mindent elsőpről fináléval végződik. Kérem, fogadják szeretettel James Veringen a Venture című művét.
Az elmúlt több mint 10 év munkája, illetve a mai hangverseny sem jöhetett volna létre, nagy lelkű támogatóink nélkül. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a koncert főtámogatóinak, Dombóváros önkormányzata, Gerber Optika, Paksi Atomerőmű ZRT, Dombókop ZRT és Róna Kft. A Giorgio virágboltnak külön köszönjük segítő támogatását és a csodaszép dekorációt. További támogatóink. Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft. Betlen Gábor Alapkezelő Zrt. Tage Kft. Szent Orsolya Iskola Központ Dombóvár. Tamási Koncert Fúvós Zenekar. Kaposvár Helyőrségi Zenekar, MC Term Épületgépészeti Kft., Pömax Ipari és Kereskedelmi Kft., Pasa Kft., Webépker Kft., SCH Drogéria, Varitel Irodatechnikai Kft., Basámi Nyomdaipari Kft., Bánfai Óraszalom Bt., Vértes Fotó Kft., Prantner Pincészet, Farkas Gergő, Herceg Attila, Pápai László és Simon Szabolcs. Az Alapfokú Művészeti Iskola dolgozói közül kiemelten Demeter Boldizsár, Fenyvesi Hilbert Henriett, Kardos Tünde, Kerekes Béla, Kovács Krisztina, Tóth Ada Eszter, Tóth Anita Fruzsina. Hálásan köszönjük segítségét a zenekari tagok családjai, családtagjai közül kiemelten a következőknek. Bánki Csapó család, Deme Ágnes, Farkas Gyergyágyes család, Hegedűs Gabriella, Horváth Jankó, Katona, Pallos, Pusztán, Sipos, Somogyi, Tulézi család,
És végül, de nem utolsó sorban, köszönettel tartozunk a zeneiskolai kollégáknak és a zenekarban fellépő gyermekek szüleinek. András, ne menj messze! A zenekar ezúton szeretné megköszönni Kiszler András karnagynak a sok évi áldozatos munkáját, amely a szakmai oldalon túl rengeteg szervezési feladattal is jár, időt, energiát nem kímélve. A zenekar ajándéka András részére egy két személyre szóló vacsora meghívás a Fortuna étterem jóvoltából. A következőkben egy méltán híres zenekar jól ismert dalamai csendülnek fel. Az ABBA együttes 1972-ben alakult, majd két évvel később vált világszerte ismerté, amikor Waterloo című dalukkal megnyerték az Eurovíziós Dalfesztivált. Pályafutásuk során több mint 100 dalt jelentettek meg, és körülbelül 400 millió lemezt adtak el. A Michael Brown által hangszerelt darabban részleteket hallhatunk az I Have a Dream, a Mamma Mia, az SOS, a Knowing Me Knowing You, a The Winner Takes It All és a Dancing Queen című dalokból. Színpadon a Dombovári Ifjúsági Fúvószenekar vezényel Kiszler András. Thank you.
Tisztelt közönségünk, a zsűri meghozta döntését. Kérem, hogy fáradjanak fel a színpadra, és ismertessék az eredményt. Kedves közönségünk, szép estét kívánok mindenkinek. Azt hiszem, szerencsések lehetünk. Olyan produkciót hallhat az ember, amikor Dombovára érkezik, ami úgy mindig nyomot hagy benne. Köszönet ezért ennek a zenekarnak, és köszönet önöknek, akik támogatják őket, hiszen azt hiszem, hogy a városban és a környékben élők egyik kiemelt produktuma, ha szabad így mondani, ez az együttes. Tehát ez az együttes önmagában és egyedül nem működhetne, ha nem lenne ilyen háttere, mint egy ilyen zeneiskola, ami azt hiszem a hosszú évtizedes múltja, és ezek az eredmények, amelyeket ők hónapról hónapra nem csak megyei, nem csak régióban, hanem országos szinten betöltött szereppel is mutatnak, azt hiszem, hogy biztosítja minden alkalommal egy ilyen remek koncertnek a hátterét. És hát köszönet azoknak a kollégáknak, akik nem restelik bizony elővenni a hangszerüket, nem restelnek gyakorolni ahhoz, hogy ezek a produkciók még emelkedettebbek legyenek, és példát mutatva beülnek a növendékeikkel együtt muzsikálni. És köszönet mindenkinek, aki támogatja Kiszler Andrást, akinek tulajdonképpen a szakmai és karmesteri munkáját most már évek óta, évtizedek óta majdnem, mondhatom, figyelemmel kísérhetjük. Nemrég találkoztunk egy másik rendezvényen, egy héttel ezelőtt, erről is majd fogok szót ejteni a program végén, és beszélgettünk, hogy hát Andrásnak tulajdonképpen most már a múltjáról, szakmai múltjáról lehet beszélni. Hiszen ő elindult egy úton, ehhez partnerei vannak, nem is kevesen, tetszenek látni, a színpadra már alig férnek fel, és egy olyan utat járnak be, és egy olyan misszióban vesznek részt velünk, a Magyar Fúvózene és Mazsoret Szövetség tagságával, kollégáival, ami azt hiszem, hogy a fúvózenét egy másik helyzetbe, egy másik aspektusból világítja meg mindenki számára. Azt mondtam, hogy szerencsések lehetünk, és valóban azok is vagyunk, hiszen vannak olyan zeneszerzőink is, akik a mai napon is még foglalkoznak a fúvózenével, azt minél magasabb szintre emelik, és minél változatosabb produkciókkal örvendeztetnek meg minket. Olyan darabokat írnak, mint Balázs Árpád is, aki tulajdonképpen, ha megengeded, akkor én tovább fejleszteném ezt az Oscar-díjat. Útközben jöttem és hallottam, hogy valahol az országban most éppen egy rendezvény zajlik, ahol Hungarikum fesztivál van. Szerintem Árpádot is lassan egy Hungarikum díjra is kellene javasolnunk. Én azt hiszem, hogy ezeket a népzenei, verbunkos formákat a saját maga által már korábban nagyon jól bevált fordulatokkal úgy ötvözi, hogy mindig valami újszerű és új hangzású darabhoz jutassa a játékosokat, és bizony-bizony szólisztikus feladat elé is állítsa kiváló muzsikusokat. Legközelebb érdemes lesz majd az eredeti címbalmos változat is meghallgatni. Kíváncsi lennék, hogy például a zenekar mit szól ehhez a formához, de azt hiszem a mai változata is mindenkiben nyomot hagyott. Hát amiről beszéltem korábban, hogy a zenekarral és az Andrással régóta kapcsolatunk van, ennek eredménye is volt, nem olyan régen, hiszen a Magyar Fúvózene és Mazsoret Szövetség az elmúlt héten tartott közgyűlésén, küldött gyűlésén különféle díjakkal jutalmazta azokat a tagjait, zenekarokat, illetve azokat a kiemelt munkásságot végző kollégákat, akik hosszú éveken keresztül a fúvózenéért dolgoznak. Az András megtréfált minket. Mi egy másik díjra gondoltunk elsősorban, aztán még jó, hogy a közösségi médiákban utána tudtunk nézni az életkorának, és rájöttünk, hogy az Ifjú Tehetség című díjra hát két év hiány már nem hivatott. Ez rajta nem látszik, mi rajtunk annál jobban, de ő erre már nem hivatott. És mindenféleképpen szerettük volna az ő munkásságát általa és a
vele együtt dolgozó zenekarral együtt megünnepelni és díjazni, ezért a Magyar Fúvózene és Mazsorájt Szövetség úgy döntött, hogy Kiszler András és a Dombovári Ifjúsági Fúvózenekar számára a több évtizede zajló, kiemelten magas fúvózenei produkciói, versenygyőzelmei, nemzetközi kapcsolatrendszere, nemzetközi verseny helyezései alapján nívódiat szeretne adományozni. Ha megengedik, akkor most ezt itt önök előtt, a saját együttese előtt is átadnám ismét az Andrásnak, és természetesen a zenekarnak. És hát ma este is egy másik esemény miatt jöttünk össze, minősítő hangversenyen vehettek részt az érdeklődők, amelynek a kritériumairól és egyéb feltételrendszeréről már a műsorközlő kollégina az elején számot adott. Természetesen sok minden szakmai kérdést mi figyelünk ilyenkor, nem titkos az sem, hogy az előzetes konzultációk alapján nekünk a zenekarral és a karmesterükkel meg kell vitatnunk azt, hogy a műsor megfelelő-e az adott kategóriának. Markovics Gábor kollégám, ha jól tudom, kétszer is volt itt a zenekarnál úgymond mentori feladatokat ellátni, segíteni a munkájukat, és ezzel próbálunk aztán a mai estéig, a mai koncertig eljutni közösen, hogy aztán számot adjanak önöknek, nekünk arról, hogy mit tanultak az elmúlt időszakban. Én azt hiszem, egy nagyon színes és nagyon előremutató produkciót hallhattunk. Minden kritériumában megfelelt annak, amit a Magyar Fúvózene és Mazsorájt Szövetség a C felső fokban megkíván, megkövetel a zenekartól, és hogyha megengedik, akkor a végleges és mostani oklevelet is felolvasnám. A Magyar Fúvózene és Mazsorájt Szövetség 13. országos minősítése oklevelét szeretném átadni a Dombovári Ifjúsági Fúvózenekar részére, Kiszler András vezetésével, koncertfúvós C fokozat, kiemelt arany minősítést kaptak 92 ponttal. Sok szeretettel gratulálok. Szeretettel gratulálunk még egyszer a zenekarnak, és hogyha nézek a karnagyúra, szerintem még van egy darab, amivel biztosan, kettő is azt mondta, amivel el tudnánk búcsúzni, hiszen azt hiszem, hogy egy ilyen gyönyörű eredmény után stílszerűen muzsikával búcsúzzunk. További szép estét mindenkinek!